Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT-dan és termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávba kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatást. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Szeretnél menő és olcsó játékokat, akkor mindenféleképpen látogass el a g2a.com-ra, a link a leírásban. Na, sziasztok srácok, Kinder vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, sziasztok! Nos, most ebben a videóban is itt vagyunk ismételten, nem mással, mint Kiskissel a falunkban, meg minden, és itt fogunk barangolni, meg felfedezni, meg minden, szia Kiskis! Kajánk nincsen, szóval nem tudom, azt majd valonnan majd szerzünk, vagy nem tudom, de várjátok, lehet, hogy itt hátul hagytam, hello, szia, te mit keresd itt? Ső, hello, az a... ja, azt mondom, hogy a kaján van a kezedben. Tinderezel? Tinderezel? Mit keresel itt, Bence? Mi? Hogy kerültél ide, vagy nem tudom? Hát nem tudom, itt jó a wifi. Még a wifi-met is lopod? Istenem, a kajámat nem láttad? De nem tudom, kinézem belőle, hogy még kivetted azt, hogy izé, itt közben kajágas. Aha, nagyszerű, hol van, létsz, visszatod a kajámat, vagy valami? Köszönöm, nagyon jó. Mit csinálsz? Tinderezel? És miért tinderezel? Nem úgy van, hogy neked volt egy barátnőd? Vagy nem tudom, én úgy emlékszem, hogy volt egy barátnőd. Figyelem, elérhetővé váltak a PGT-nál is nagyon klassz figurák a shoppomban, link a leírásban. Szakítottunk sajna. Ó, hát sajnálom meg minden, és szerzek újat, aha. De tinderezgetve szerzel új barátnőt, hát oké, jól van. Nem tudom, én nem nagyon izéltem, de hát biztos. Amúgy a közben kis-kis felnőtt, akit esetleg érdekel. Baj, nem, hát mindegy, hát csináljad, vagy nem tudom. Igazán én úgyis lassan, hamarosan így valami lefekvéshez készültem, vagy nem tudom. Csak előtte igazából el akartam volna menni a boltba, de mindegy igazából, meccs. Oké, jól van, sok sikert, figyelj, én alszok szerintem lassan, szóval megyek, szia. Jól van, hát akkor szia. Oké, jól van, hát ez érdekes volt, de mindegy. Hát srácok, akkor szerintem alszok, aztán találkozunk holnap. Jó reggelt, hello, sziasztok. Na, jó, király, oké, tök király volt. Jól van, adottunk egy jót. Oké, jól van. Na, kis, mizu van? Éhes vagy? Gyere, kapsz kaját. Vagyis kis, mindig összetévesztem már. Annyira hamar felnőnek és annyira hasonlítotok. Jaj, na, jól van. Nem tudom, mit kéne csinálnunk. Lehet, hogy ki kéne mennünk, nem tudom. Megugattam a postást. Megint izé meg... Oh, Istenem, hát nem fognak ide jönni a postások, annyiszor megugatod őket. Oh, Istenem, meg elloptam egy levelet. Szép, nem tudom. Ciao, elraboltak a haverot, ha nem hozol 100 gyémántot, nem látod újra templomhoz, gyere. Mi van? Ellopták a haveromat? Ki lopt el? Vagy mi? Most kiről van szó? Kiről van szó egyáltalán? Vagy most mi? Oké, hát ez eléggé úgy tűnik, mint egy nem tudom, ilyen fenyegető üzenet. Hát nem tudom, most mit kell csinálnom, mert nekem 100 gyémántom biztos, hogy nincsen. Sehol nincsen gyémántom. Hát egy darab gyémántom sincsen. Na jó van, oké, jobb ötlen nincsen igazából. Na várjatok! Most ez, Istenem! Most kettő lehetőség. Egyik lehetőség, elmegyünk a rendőrséghez, másik, hogy megcsináljuk, amit kérnek. De ez így nagyon izé. Nem már! Istenem, na jó van, ott van a bank. Most vegyünk ki 100 gyémántot. Haj, ne szívassatok már. Na, most a Benceről van legalább szó, vagy nem tudom. Tehát, hogy most vele róla van szó ráadásul, az még durván, még jobban elizéli a helyzetet. Na jó van, jó napot, hello. Szeretnék felvenni 100 gyémántot ilyen hitelnek, vagy nem tudom. És aztán majd valamikor van izé 100-at, igen, 100 gyémántot sajnos. Eléggé rossz helyzetben vagyok, de hát muszáj, az a gond. Na, király, oké, király, ez az. Jó, királyság, köszönöm szépen, nem tudom, majd valamikor visszahozom, vagy nem tudom, köszönöm, úristen, egy gyémánt jól amúgy. Viszlát, hello, oké. Jó van, ennyi, megyünk a templomhoz, szerintem megyünk a templomhoz egyből. De ez mi már? Most ez komoly? És miért segítek? Segítek, mert jó fej vagyok. Nem akarok ilyen jó szívű lenni. 100 gyémánnyi hitelt felvettünk, hogy kifizessük. És komolyan, nagyon, ezt olvassuk már el, hogy itt vagyunk a templomnál. Hello! Hello, szia, szevasz,
Igen, igen, itt vannak a gyémántok. Hol van a haverom? Hol van a haverom, akit ugye elraboltatok? Azt mondtátok, hogy ide adod, vagy nem tudom. Add először? Hát jó, de látni akarom, hogy biztonság van-e, vagy valami, érted, logikusan. Tehát, hogy csak úgy nem fogok most én egyből izélni. Először látni szeretném, hogy épségben van, nem, elvinnéd. Hát én nagyobb, jobban kinézem belőle, hogy te viszed el, de mindegy, jól van, itt vannak a gyémántjai, tessék. Remélem, hogy nem leszünk átverve, és izé, nézz hátra. Hátra? Itt nincsen... Hova tűnt? Hova tűnt? Hova mentek? Hova ment a gyémántommal? Ne sziasztok már, hova ment? Hol van? Hova tűnt ennyi ilyen gyorsan? Ne sziasztok már! Na jó, nem. Na jó, nem. Na jó, nem. Nem hiszem el, komolyan átvertek? Lehet, hogy igazából első rabolták? Lehet, hogy az első rabolták. Na jó, megnézzük a házában. De ezt komolyan nem tudom elhinni, hogy komolyan... Ha, ott van. Ott van. Ott van. Ott van. Ott van, csak szett nélkül. Hova megy? Ott megy. Ott mendegél. Oké, szerintem el kéne követni, vagy nem tudom. Jó, megpróbáljuk követni. Reméljük, hogy meg fogjuk találni a haverunkat, vagy nem tudom, de biztos, hogy valami... Aha, ott van egy ajtó. Ott van egy ajtó, ott van valami titkos hely. Oda mehetnek be? Igen, oda mennek be. Aj, ne szívassatok már, most ez komoly! Most ez komoly! Most komolyan csak így lelépett? És hogy vegyem vissza a cuccaimat? Komolyan, hogy vegyem vissza a cuccaimat? Hol vannak? Mi ez a hely? Ott van egy börtön. Aha, ott van valami börtönféleség. Na jó, de látok, felülről be kéne építeni, meg kéne nézni, hogy egyáltalán mi az egész. Úristen. Úristen, mennyi zombit lerakott ide meg mindent. Ne szívastok már! Most ez komoly! Hogy jutunk ide be? Ajaj! Itt a haverunk! Hello! Szia! Segíts! Jó, várjál, segítek mindjárt, de úristen, mennyien vannak ott. Kérem valami felszerelés, hogy nem tudom. Várjátok, valahogy visszaépítünk. Hogyan hozzalak ki? Hogyan hozzam ki? De most komolyan! Nem már! Ó, Istenem, mennyi zombi van itt. Na várjál, hol tűnt a srác? Hol tűnt a srác? Az előbb még itt volt, nem? Nem látom, elfutott. Na jó, figyelj, valamit mindjárt kitalálok, jó? Csinálok gyorsan egy fakardot, vagy valamit. Azt mondta, kirabolt. Igaz? Igen, elvitt 100 gyémántot és megfenyegetett, hogyha nem hoz le, mit tudom, nem adom neki oda, akkor téged nem ad vissza, meg ilyenek, szóval, ja. Megpróbáltam jó fej lenni, hogy nem tudom, egy érted, kiváltlak, vagy minden. 100, Istenem, hát igen, eléggé sok, szóval, ja. Nem tudom, tartozai köszönettel, vagy valami. De hogy rabolt el téged egyáltalán? Hogy csinált ezt meg? Hogy rabolt el? Nem tudom, srácok, megpróbáljuk ezeket a zombikat itt szépen így megölni. Így még szerintem úgy, hogy van esélyünk. Tinderen beadta, hogy csaj, és elvitt. Tényleg? Úristen, azért ez eléggé beteges. Wow, jól van, oké, gyors megöljük a zombikat. Gyorsakat szépen elintézzük, és akkor nem áll, hogy eltört. Ilyen gyorsan eltört, az izém, nagyon kiütünk még egy izét, és csinálunk még fakardokat, vagy valami. Jó, király, oké, csinálunk még jó sok fakardot, mert ahogy nézem, nem nagyon lesz elég, szóval, ja. Csinálunk még mondjuk kettőt, reméljük, hogy ez így már elég lesz. És komolyan beadta, hogy Tinderen csaj, csak így elrabolt. Wow, azért komoly. Még nem tudom, azt a 100 gyémántot jól lenne valahogyan visszaszerezni. Egy beteg állat, hát ja, eléggé durván. Na jó van, várjál, mindjárt meg vagyok a zombikkal. Mindjárt meg vagyok a zombikkal, egy pillanat. Jó, 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 oké, meg vagyok. Oh, nagyon jó. Jó, na egy vastust is kaptunk. Na gyere, 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 gyere. Várjál, segítek, amúgy ezt elsőnek is megtettük. Na mindegy. Elsőnek megtettük volna azt, hogy hátulról kiütöm, és akkor ki tudsz jönni, vagy valami. Ah, mindegy, gyere! Gyere, 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 gyors, menjünk vissza a faluba! Nem tudom, hogy hol lehet ez az izé? Hol lehet ez elmenekült? Ennyi volt a gyémántjaimnak? Ah, Istenem, hát ez nagyon jó lesz. Na jó, tegyünk valami rendőrségi feljelentést, nem tudom, erdő mélyébe. Hát ez nagyon jó, én nem akarom követni, mert neki gyémánt szettje volt, és még ráadásul van még 100 gyémántja is, szóval olyan cuccai vannak, hogy ja. Na mindegy, gyors leszünk valami rendőrségi feljelentés, vagy nem tudom, aztán ja. Gyors keressük a rendőrséget, és jelentsük fel valahogy ezt a izét, mert ez nagyon nem normális, amit ő csinált. Hol van a rendőr? Hol van a rendőrség? Meg kell keresünk a rendőrséget. Hol lehet az? Hol lehet ez? Biztos valahol itt kell lennie. Valahol itt kell lennie a rendőröknek. Erre, jövök, 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 várjál! Jövök, 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 hol van? Az a kis izé, nem túl nagy, de mindegy. Jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, hello, üdvözlöm rendőr úr. Hello Tibi, oké. Okay. Jól van, az történt, hogy elrabolták a haveromat, és 100 gyémántot kértek azért cserébe, hogy életbe hagyják, meg ilyenek. Odaadtam neki, igazából átvert, és nem is adta vissza a haveromat. És konkrétan követtem, és ott volt egy izé személy leírás. Hát ilyen piros cucc volt rajtam, ami piros ruhában volt. Igazából olyan magas volt, mint mi, igazából, ja, és gyémánt szett volt nála. És ezt a könyvet írta, esetleg lehet van rajta új lenyomat, vagy valami. Lehet, hogy hasznára válhat, vagy nem tudom. Értem, jó, rendben, remélem, hogy tud nekünk segíteni, vagy nem tudom, de ez eléggé durva volt. Hát elkapjuk minél előbb, jól van? Hát a tanulság, hogy ne tinderezzünk, főleg nem Minecraftban, mert eléggé durva következményei lesznek. Viszlát, hello! Hát srácok, oké, ma is tanultunk valamit. Hát Bence neked meg igazából azt tudom mondani, hogy
szerintem ezt így nem tudom, így óvatosan csináld legközelebb, vagy ne is csináld, nem tudom. De mindegy, kösz szépen, hogy adott, srácok! Tehát találkozunk legközelebb, én Dani voltam, a következő videón kezdődik a Dani Minecraft nevű csatornámon, ott találkozunk. Én Dani voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!